magyar nyelv azt mondja, hogy még 2000 évvel ezelőtt Jézus is azt mondta, hogy akinek nincs, attól elvetetik az is, ami van. Akinek van, annak adatik. Mit van? Képed van. Ha nincs valakinek képe egy baltáról, az hogy tudja megcsinálni az a kovács, a baltát? Akkor tudja csak megcsinálni, ha van róla képe. És a magyar nyelv azt mondja, ez az ember képes, az meg képtelen. Ilyen a magyar ember. Sándor úr. Pillanat, még ezt végigmondom. És akkor mondom, magyar ember vagy te? Mert Ábrám, azaz ábrándozás a képekbe való szárai, meg valaminek a szára, egy életfának a szára, vagy akár egy családfának a szára. Mondom, ide figyelj, akkor magyarul beszélnek Uruk városába, mert én még most is értem, és a világ meg nem érti ezt a nyelvet. Mondjad most már. Azt szeretném mondani, hogy képekről beszéltél, mi is szeretnénk csinálni képeket, mozgóképeket, hangos képeket, riportot veled. Megengeded? Hogyne. Nem kell elmenekülni. Nem. Na, hagyj jöjjek egy kicsit közelebb, bár elég hangosan beszélsz, lehet érteni. Én. Nem az első mogyom vagy. Hadd mutassam be a Kristály Média nézőinek Szimmer Sándor urat, aki fakvaragó, és még mi. Hát fafaragó. Nem, más nem vagyok. Csak egyszerű fafaragó vagyok, aki él, és szereti az életet. És nem is akárhogyan. Az eddigi mogyokon mindegyiken részt vettél, találkoztunk, és hát ezért is tegeződünk, mert régóta ismerünk egymást. Légy szíves, mesélj nekem a tevékenységedről egy kicsit. Itt a hátteredben láttunk ilyen kép faragaványokat, amelyeket hát minden mogyra kihoztál legalábbis. Ő is ismerős. De az újak nem nagyon maradnak meg nálad, mert elkapkodják, ugye? Egy kicsit mesélj magadról, hogy jutottál te így a fafaragáshoz, és miként űzöd ezt manapság? Hogy jutottam hozzá a fafaragáshoz? Úgy, hogy volt, azt kérdezték tőlem maga autodidakta módon. Hát autodidakta módon, mert volt egy autóbalesetem, és ha ez didaktának lehetne nevezni, akkor úgy, de nem. De ez elindult, egy baleset után elindult a faragásom, és megmondom őszintén, hogy nem is tudtam, hogy mi az, hogy magyarság, meg ilyesmi. Nem éreztem még akkor. És ahogy faragtam, egyszerűen a magyarság tudatom is úgy változott, és eljártam aztán különböző fesztiválokra. Hát még a mogy előtt, és a mogy előtt még voltunk a Magyar Várban, még csináltuk a fényünnepet, meg ilyesmi. Pumázom. És Sodát éltem meg. Még a hajógyári szigeten is Sodákat éltem meg, amit nem tudtam földolgozni, és egész évben azért dolgoztam, hogy a következő erre a magyar rendezvényen ott legyek. És az az igazság, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy magyarság, de azt tudom, hogy mikor érzem, akkor összeszorul a torkom, meg könycsordul a szemembe. Soha szépen beszéltél az előbb a Bibliáról, igaz, hogy nem hogy mondjam, csak ezt most, hogy finom legyek, tehát nem az új szövetségi részéről, hanem az ószövetségi részéről. Ezekkel a kérdésekkel, a lelki kérdésekkel, a spirituális kérdésekkel mióta foglalkozol? Szerintem mióta faragsz, mert belefaragod ezeket a dolgokat a faragványaidba. Hát azért foglalkozok vele, mert ez az életem. Az életem Jézus, néha visszamegy pontosan emiatt, mert a tudatlanság miatt kell visszatérnünk az Ószövetségnek. Az Ószövetségnek az eleje, az a magyarság története. Azért ezt jegyezzük meg. Szóval, amit ők ott összeszedtek, az elmentették az ősi magyarságunk történetét. Igaz, hogy ők úgy mutatták be. Én megmondom őszintén, hogy engem nem is a régi dolgok zavarnak, hanem a mai világnak az új dolgai. Mikor a magyarság történetét valameddig visszaviszik, és nem mernek tovább lépni. Azért nem mer tovább lépni, mert csak egy kazári, türk, török magyar vonalat akar bemutatni. És akkor azt mondja,
Igen, Kazáriától érkeztünk, de hát mi Kazária mellől jöttünk, és nem Kazáriába voltunk, és az a vallás, ami Kazáriát ellepte, és a király kijelentette, hogy mától ez lesz Kazáriának a vallása, az a vallás tolmink jóformán menekültünk, most egyes népcsoportok, hát nem ilyen bicskával keresztelt népcsoportok azt állítsák, hogy ők Árpádékkal együtt érkeztek idebe, és ez a hamisság, és ezt mi tettük alájuk a lovat. És ezt nem tudom, hogy mennyire tudatos volt ez a hazaárulás, vagy mennyire volt véletlenszerű. De hogy valaki nem akar visszább menni, mint Kazáriáig, az az ő bűne, és majd nem nekem, nem én nekem kell megítélni, hanem azt megítélni majd a valamikor az a hely, ami ellentett. Ezeket a gondolataidat a motivumokkal a fába te belefaragod. Ezeket a motivumokat honnan szedett? Kutakodtál utánuk, vagy jönnek, vagy megérzések szerint a lelked diktálja, vagy egyéb úton, módon csinálod ezt? Megmondom őszintén, hogy nem olvasok utána, nem nézek utána, nem csinálok semmit. Egyszerűen jön. Mindig el szoktam mondani, hogy a nagy bölcsek, akik valami bölcseletet adtak ennek a világnak, azok nem könyvtárakba vonultak el, hanem egy barlangba. És kapcsolódtak önmagukkal, mert minden bennük van, minden bennük van, minden körülöttünk van. Csak tudni kell lehívni. Mindig el szoktam mondani embereknek, hogy mikor a rádiót feltalálták, az egy magyar találta fel a rádiót, ő nem szabadalmaztatta, két hétre rá, ugye Angliába szabadalmaztatták, és mai napig is azon vitatkoznak, hogy oroszokkal, hogy kié volt az első, mert ott is ugyanúgy megjelent a rádió. Feljut egy tudat, egy szikra feljut erre a közös tudatba, és aki avval foglalkozik, az kapja meg. Én mikor a magyarsággal, a szellemiséggel, a gyógyítással, a különböző spirituális dolgokkal foglalkozok, akkor én úgy látszik, ezt kapom meg. És jön, és viszi a kezem is, és mikor megfaragom, akkor folyik a könny a szememből, hogy de hát én, hogy tudtam én ezt megcsinálni? Hogy tudtam megcsinálni? Nem is látod előre, hanem egyszer csak lesz a fából? Benne van, és viszi a kezemet, és csinálom, és csinálom, és csodálatos. És pont az a lényege az egésznek, hogy én nekem papíron olyan kevés rajzaim vannak, hogy fantasztikus. Azért van kevés rajzom, mert az már okoskodás. A papíron lehet okoskodni, a fába nem lehet okoskodni, mert a fa az adja mindig azt a motivumvilágot, amit megfaragok. Most egy szobrász kollégádról jutott eszembe az, hogy őt dicsérték nagyon, pár száz évvel ezelőtt élt ez a kollega, nagyon dicsérték, hogy hát hogyan lehet, hogy ilyen gyönyörű szobrokat farag a kőből, márvánnyal dolgozott az illető, úgy hívták, hogy Michelangelo. És azt mondta, hogy ugyan kérem, hát nem én vagyok a mester, azt mondja, a szobor benne van a kőben, én csak a felesleget faragom le róla. Na most szerinted is így történik ez a dolog? Amikor te dolgozol, te is csak a forgácsot hántolod le a szoborról? Hát biztos így van, de egy valamit azért tudok. Azt mondták nekem, fafaragók, hogy ránézek a fára, és meglátom, mi van benne. Én is ránézek a fára, meglátom, mi van benne, de az sose lesz belőle. Mert ahogy haladok befelé, úgy változnak a gondolatok, és újabb és újabb inspirációkat ad, és a csodát akkor éli meg az ember. Azt a végtelen csodát, amit meg lehet élni magyarságunkba. Mert mi egy végtelenek vagyunk ebbe a világba. Nyelvünk által vagyunk végtelenek, és a szellemiségünk által vagyunk végtelenek. És nekünk mindnyájunknak tudniuk kell, hogy kik vagyunk. Igaz, hogy az Ószövetséghez nyúltam vissza, amikor azt mondtam, Istenek vagytok ti mindahányan, a fenségesnek fiai. Akkor miért nem így élünk? Miért nem így élünk mindnyájan? Mert Jézus azt mondta, nem kézzel csinált templomokban lakozik az én atyám, hanem bennetek van. Bennetek,
és ez ha ezt mindnyájunknak meg kéne élni, ne kint keressünk valamit, hanem önmagunkba keressük, és önmagunkba megtalálunk minden csodát. Nem véletlenül születtem a Kárpát-haza közepébe, azért születtem, mert itt nekem itt van dolgom, és nem Angliába, nem Németországba, nem különböző helyeken, nem másoknak a mocskát takarítani ki, és nem mondom, hogy melyik népnek a mocskát takarítani, hanem én nekem itt kell lenni, néha nekem is mocskot kell takarítani, amit behoznak mocskot. De azt mondta, változzon meg gondolkodásod, és megváltozik körülötted a világ. Ez a srác, ez én nekem egy csoda volt. Pláne onnan kezdődött a csoda, amikor azt mondta rá, a farizeusok azt mondták rá, hogy te nagy evő vagy és részeges. Hát innentől kezdve ezt az embert megszerettem. Innentől kezdve, azt mondta, és onnantól kezdve azt mondta, hogy azonosulok vele és követem. Van neked valahol egy birtokod, ahol nem csak egyedül élsz és faragsz, hanem vendégül látsz sok rád kíváncsi embert is. Ez hol van? És talán onnét is jönnek az ihletek? Mindig az emberek adják. Azt mondta, tudom, most azt hiszik, hogy én nagyon vallásos vagyok, én nem járok templomba, meg ilyesmi, és mégis Jézust nem csak azért, mert nagy egyvő vagy és részeges, azért imádom, hanem azért, mert ha Jézus szavait, így is annyit meghamisítottak belőle, de ha ezt betartanánk, már akkor szebb lenne a világ. És én csak annyit tudok mondani, hogy ugyanúgy, mikor jönnek emberek, én mindig szeretettel fogadok mindenkit, és az a lényeg, hogy a fiatalokat nem lehet ezt a világot, egyik pillanatról nem lesz egy csoda Magyarország. Nem lesz újra a tökéletes magyar nép. Azt mondta az egyszer egyik ismerősöm, hogy mi ezen a Kárpát hazába Európa indiányai vagyunk. Ott kiirtották, a 100 millió indiánt írtottak ki, nem fizikálisan, mert ebben betegségek, minden benne volt, és most 40 ezer indián van egy rezervátumba. És a fehér ember spirituális mohósága a nagy szellemnek a tudását kéri. És ezek rájöttek, hogy ez jó pénz, és odaadja neki. De egy valamit nem adnak oda, a táncukat, a naptáncukat, mert azt már a fiatalok járják. És tudják az indiánok, hogy egyszer újra övéké lesz az a föld, mert a fehér ember önmagát kiírtsa. Mi Európa indiányai vagyunk, és lehet, hogy egyszer csak 40 ezeren maradunk. Azt kérdezték tőlem, és Sanyi bácsi, és akkor mikor lesz a spirituális megvilágosodás, ha újra majd 10 millióan leszünk? És ez az újra 10 millió, ez csak rajtunk múlik. Hogy ne adjuk oda nekik a táncunkat, a naptáncunkat, hanem azt csak mi járjuk, és a fiataljaink, mert ebbe van a jövő. És a jövőt az itt és mostba teremtjük. Nem a múltba teremtjük, nem a jövőbe teremtjük, hanem az itt és most. És én itt és most azért vagyok itt, hogy az embereknek átadjam az, ami nekem van. Hogy... Sanyi bácsi, nagyon szépen köszönjük. További sok erőt neked. Az lesz. Ehhez. Köszönjük szépen.